A bencések hatása óriási jelentőségű a kuszszerzetesség kialakulásában, valamint Európa tudomány és kultúrtörténetében. Szent István és Szent László törvényei egyértelműen előírták a templom építési kötelezettséget. A 11.-12. századi építkezéseink szellemi irányítói javarészt a királyi udvartartásban is jelentős szerephez jutó bencések voltak, mivel ők rendelkeztek az ehhez szükséges ismeretekkel, tapasztalattal. Az építkezéseken túlnyomó részt észak-itáliai és dalmát kőfaragók dolgoztak. A romanika, vagy kissé félreérthetően román művészeti stílus elnevezése onnan ered, hogy az építészet új iskolái Róma ókori művészetéből táplálkoztak. Magyarországon ebben a korszakban épült többek között a Tihanyi apátság, a Bélapát falvai és a Vértes Szentkereszti kolostor, továbbá a veleméri, lébényi, feldebrői és a jáki templom is. Ez az építészeti stílus a tatárjárás koráig virágzott. A templom csodálatos módon illik a környező tájba. Mesteri elhelyezése miatt tömbszerű zömök sziluettje már messziről felhívja magára a figyelmet, mint egy uralja a vidéket. A település a ják nemzetségről, egykori birtokosairól kapta a nevét. A bencésendi apátságot 1214-ben a ják nembeli Márton alapította Szent György tiszteletére. Ezután kezdődött meg a monumentális templom építése. 1223-ban a monostorban már élénk szerzetesi élet folyt, és 1331-ben már 50 szerzetes élt itt. A templom története szorosan kapcsolódik a mellette épült kolostor történetéhez, amiről csak keveset tudunk. Történelme viharos volt, tűz, vihar és az oszmán hadsereg is megrongálta. Többször helyre kellett állítani. Az 1532-es évi török hadjárat során jákot is felégették, s a templom súlyos károkat szenvedett. Az utolsó nagy átépítés 1896 és 1904 között zajlott, Sulek Frigyes tervei alapján. A befelé mélyülő, többszörösen tagolt úgynevezett béletes nyugati főbejáratot normann motívumok díszítik. A kapu építmény homlokzatán a magyarországi román stílusú szobrászat égkövei, Krisztus és a 12 apostol életnagyságú szobrai állnak a lépcsőzetesen emelkedő, oszlopokkal elválasztott, karélyos záródású fülkékben. Sajnos csak Krisztus és a mellette álló két apostol feje eredeti. A többi áldozatul esett a török pusztításnak, és később a barokkorban pótolták őket. Két apostol szobra már csak a tornyok homlokzatára kerülhetett. Ott létünkkor a templom külső munkálatai még tartottak, de belső felújítása már befejeződött. A templomot a déli oldalról körítő fal övezi. 1663-ban a Folnai apát idején épített díszes kapun léphetünk be a templom területére. A kaput az építtető apát címere díszíti. A déli kapu sokkal kisebb, mint a fő kapuzat, és díszítésében is messze elmaradt tőle. De figyelemre méltóak levéldíszes fonott oszloptörzsei, istenbárányos domborműve és az azt körülvevő sárkánydísz. Itt lehet belépni a templomba.
A háromhajós, kereszthajó nélküli, bazilikás jellegű románkori templombelső hatalmas méretével nyűgözi le a látogatókat. A főhajót és a mellékhajót nyolcszögű pillérek választják el egymástól, melyeknek minden oldalán egy-egy oszlop emelkedik. Az oszlopokat bimbós, gyöngyös szalaggal szegett növény vagy sárkány díszes oszlopfők ékesítik. A szentélyben Szent Györgynek a sárkánnyal való harcát láthatjuk. A baloldali mellékszentély oltárán álló Mária szobor 15. századi. Eredetileg a Szent Jakab kápolna főoltárán állt. Ajban az alapító Jáki Nagy Mártont és kíséretét, a templom alapítását, valamint az imádkozó alapítót és halálát ábrázolják. Oh.